Nézzük most egy közepes 6x6-os battleships megoldását. Ami bár elég kicsi, amit már látjuk, megoldás az nem is olyan egyszerű. Induljunk ki talán ettől a kerektől. Azt itt biztos, hogy víz veszi körbe. Azon kívül az utolsó oszlopban, mivel megvan egy hajóremünk, hogy víz lesz. A negyedik sorban megvan egy nulla hajóremünk van, tehát mind víz lesz. Most nézzük meg, hogy hova tehetjük be ezt az egy darab hármas hajót. Alaposan megnézzük, akkor két hely jöhet számításba. Harmadik oszlop, az első sor, illetve még a harmadik sor is szóba jöhetne, de mivel itt már van egy magányos hajóremünk, ide már egy hármas hajót nem tehetünk. Tehát valóban csak a harmadik oszlopba és a első sorba helyezhetünk hajót. Ha a harmadik oszlopba tesszük, akkor itt, itt és itt lehet a hajó. Elsősorban az a legrosszabb eset, mert oda sokféleképpen betehetjük. Betehetjük például, hogy itt, itt és itt, vagy itt, itt és itt, vagy itt, itt és itt lesz a hármas hajónk. A három eset közül egy biztos, hogy ez itt hajó elem lesz. Viszont ha függőlegesen tesszük be, tehát ide és ide és ide a hármas hajót, akkor is itt hajóelem lesz. Ez biztos, hogy hajóelem itt. Ebből viszont következik, hogy ez víz, meg ez is víz. Nézzük meg, hogy mi lenne akkor, hogyha a harmadik oszlopban lenne a hármas hajóelemünk, tehát itt, és itt lenne a hiányzó két elem, akkor ez is víz volna, ez is víz volna, és akkor ennek az egy elemnek kéne a hajóelemnek lennie, amiből az következik, hogy ez itt víz, mert hiszen akkor ebben a sorban minden ezen kívüli elem víz, meg ez is víz kéne, hogy legyen, hiszen ide sarokhoz csak víz csatlakozhat, és akkor ebben a hátulról számított második oszlopban már csak ez az egy elem lehetne hajóelem, ami viszont ellentmond annak, hogy ebben az oszlopban két hajóelemnek kell lennie. Tehát ez itt biztos, hogy nem lehetséges, vagyis a hármas hajónk az már csak az első sorban lehet. Ebből az következik viszont, hogy ez itt víz lesz. Akár melyik is a hármas, tehát akár melyik a két három lehetőség közül. Ugye lehet így, 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 vagy így, így, így. Ez itt mindenképpen víz lesz. És akkor a második sorban az egy darab hajónk már csak ebből következik viszont, hogy ez itt biztos, hogy víz lesz, és akkor a hármas hajónk az már itt lehet, és így lesz itt, ebből következik, hogy csak víz lehet, ez is víz itt, illetve a negyedik oszlopban megvan az egy darab hajóelemünk, tehát a többi az mind víz. És akkor a harmadik sorban a három hajóelemünk már csak úgy lesz, hogy ez is hajóelem, meg hajóelem. Akkor viszont az első oszlopban meglett a
két darab hajó velemünk, tehát a többi az biztos mind víz lesz. És akkor most nézzük meg azt, hogy hova tehetjük a egy darab, amíg hiányzó egy darab kettes hajónkat. Viszintesen ide biztos, hogy nem, mert csak egy darab hajóelem lehet itt. Ide tehetjük, egész pontosan ide és ide. Függőlegesen nem tehetjük, mert már csak egyes hajót tehetünk ide. Ide is csak egyes hajót tehetünk, mert már kettő megvan a háromból. És ide is csak egyet tehetünk, mert már egy megvan a kettőből. Tehát akkor a kettes hajónkat egyedül ide tehetjük már. Ebből következik, hogy ez víz, és víz, és akkor ötödik sorba már csak itt lehet a hajónk. Akkor a ötödik oszlopban megvan mind a két hajelemünk. És akkor ezzel ezt a 6x6-os battleship-et megoldottuk, a megoldása, tehát ennek így néz ki.